Szervusztok, srácok! Vágjunk bele immár a 8. alkalommal a Season 29-ben. Hát az elkövetkezendő egy-másfél órában nyomjuk a Journey-t, a legendás gemeket próbáljuk 35-re felhúzni, illetve egy set itemet kell majd még átalakítanunk, amihez kell még Deathbreath is, ami jelenleg nincsen, úgyhogy még Deathbreath-et is kell gyűjtenünk. Szóval először Greater Riftezések. Ezek várnak most ránk. Illetve az is, hogy erre az itemre lyukasszunk egyet. És megcsináljuk. Megcsináljuk, hogy... Ó, 370%-kal növeli az Impale-nek a sebzését. Nagyon zsír. Nagyon zsír. És stat prióba pedig, hát valami kéne rá, de nem emlékszem, hogy pontosan micsoda, úgyhogy puskázunk. Puskázunk. Na, damage range, nagyon jó. Socket, igen. Attack speed, damage százalék. Szóval a vitality helyett damage százalékkel, és akkor ez már így jó is. Hát ez nagyon kellemetlen. Deathbreath, így van. Hát ez kiment a fejemből, srácok. Az csúnyán kiment a fejemből, hogy ide valóban Deathbreath kell. Ember egy kicsit nagyobb a sebzésünk. Na hát akkor mehet a gear. De igazából... Koronás kutya? Hát ez nem koronás kutya. Az a tehenek királya. Koronás kutya. Szegény. A K.O. levelnek a királya egy koronás kutya lett. Ha kiderül, hogy van a Diablo 4-be K.O. level, akkor óvatosan majd Neomer, mert biztos, hogy jó párszor inasba raknak ezért a kijelentésért. Amúgy ez tetszett nagyon. Ezt tetszett nagyon. Ebben szegény HS is olyan rosszul megy, hogy valami változások lesznek. Hoppá! Na mit változtatnak a HS-en? Pedig a HS az mindig nagyon jól megy. Vengeance! Hát nyilván shieldesszön. Szia, Szemenz! Pont lemaradtál arról, hogy sörfesztivál mester lettem. És mindjárt mondod is, hogy kint maradt a kitűzött üzenet, úgyhogy már is orvosolom.
Volt egy nagyobb incidens? Nem vonta le a szápénzt? Remélem semmi komoly szemenz. Hát a hocsot azt én is sajnálom. A hocsos szerók azok még mennek, nem? Csak annyi, hogy content nem jön hozzá. Jújjúj. Aha. Jajjá, hát a hócs az rohadt jó volt. Még akkor is, hogyha nem voltam benne jó játékos. Nagyon élveztem. Hogy jönnek a matik és itemek a legjobban a Diablo 3-ba? Ezért kell nyomni. Ezt az új cuccot, ezt a Visions of Enmity-t vagy mit. A Greater Reef-ből meg a 90-esen jön a legtöbb item. Azt mondták a skacok. Hát ezt lefészeljük, megy a jobb klik, ezt meghalnak. Na ez 440 volt a 95-ös. Az én nevem Morsi. Most akkor meg vagyunk, nem? Ja, most megvan. Akkor mehet a Death's Breath Farm. Amúgy, de hülye vagyok, hát... Ezt az achievementet a legkönnyebben nem Greater Rift-tel lehet megcsinálni, hogy 35-ös gem, hanem le kell nyomni az Echoing Nightmare-t. Szóval... Attól függ, milyen matit akarsz. A Death's Breath az nagyon jól jön az új helyről. Például, meg nagyon jól jön a bounty jutalmak is nagyon jól jönnek az új helyről. Attól függ, hogy mit akarsz farmolnia. Ó, egy püzle ring, nagyon jó. Ezt megtartjuk amúgy, ezt a nacit. Ja, hát ezt biztos nem rakjuk, ugyebám. Hát ezt az akvilát is megtartjuk. Wow. Ez amúgy elég jó, ez a squirt. Nem mondom azt, hogy nagyon jó, de amúgy így ez nem rossz. Egyáltalán nem rossz. Az nem jó a segítőnek? Ennyi nem? Hát, eladjuk. Mármint, hogy összetörjük. Mikor kóstolta meg a e-shirt? Hát figyelj, Szemenz. Attól függ, mikor érsz rá.
Az a jó. Hogy most megkérdezhetném, hogy na ki az, aki ráér puzzle ringezni? Megkérdezhetném. De mindenki tudja. Mindenki tudja, hogy ez itt solo self-found. Tehát, ha rá is érnétek, nem tudnátok jönni. Aragon 2-es munka nem lennék nagy segítség. Ha lenni kell a Journey-vel. Pick-pack lehet Torment 16-ot ütni Szemenz. Pick és pack. Hát itt aranyeső a családodra bizony. Egyelőre még az alapgírt ne akarja adni. Nem kell alapgír, megcsinálod a Journey-t, aztán kész. Nem tudom amúgy mit csináltunk, de valami 8/2 lett. Ez. Ja, ott van, Slay Greed, Torment 13-on. Szával szám, Alex? Szóval, Death's Breath. Jó, hát akkor elmegyünk bountyzni. Vagy hogy a legegyszerűbb arra az új Visions of Enmity-re menni? Na hát ez mondjuk elég jó volt, 4 Death's Breath. Megcsináltam én is a Journey-t, és elég lelombozó volt, hogy a keretnek a tetején kitakarja a... tetejét kitakarja a karaktered neve. Komolyan? Jesus. Ja, hát pont ott van. Leorikos, azt ki van takarva. Hát ez szomorú. Tényleg szomorú amúgy. Legtöbben ezért csinálják meg amúgy. Aki esetleg nem tudja, miről van szó, erről. Hát ez szomorú. Ó, tudom mi nem volt még Az a Rainbow Portál, az még nem volt.
want more? Nagyon jó. Valami upper class-t szereztünk. Upper class. Na. Ez mennyi deaths, brat? 26-nál járunk most. 78. 79. Ez most azért esik ennyire durván, mert Torment 16-on vagyok. Kemény. Ez nagyon kemény. Szerintem most vagyok először Torment 16-on itt a portálba. Ez rohadt jó. Amúgy ez a portál is nagyon jó ötlet volt. Nem tetszik. Basszus. Nem. Még nem. Még nem mehetünk át. Jújúj. Lassan be fogunk telni. ...316 deaths, Brad. Ha nem jó járt. Amúgy szerintem olyan achievementet kaptunk, hogy megszereztem egy set itemet. Csak nem tudom, hogy melyik setnek a cucca. Amúgy talán ez a kesztyű lesz az? Talán ez a kesztyű az. Hát ja. Tényleg és hanyas paragonig mentél fel így a journey teljesítéssel a... Nem Alex. Csak a chapter 1-el végeztél. Érdemes nyomni a bounty-kat, amennyire csak tudod. Nem tudom, nem egyből csináltam. Ja, már tele is vagyunk. Nekem elég nehéz volt most a Monk. Alig sebzett,
És itemek, amik jók lettek volna, nem igen adta. Akkor nekem mázlim volt. Az eleje nehéz volt az első pár szint. De utána nagyon, nagyon durván lehetett haladni. Igen, igen, Diablo 3 démon írtam, mert hogy sikerült elérnem a Brewmastert. Megcsináltuk a title-t, igazából én ezt tűztem ki így célnak a WoW-ban. Még repkedni lehetett volna egyébként. Gyakorolni tovább az Easter Kingdom-os kupára. Száznyolcvanhárom decbrat. Szóval, ezért megy most a Diablo 3. Elég jól haladsz a Diablo 3-ban? Én is viszonylag. Végzünk ezzel a Visionnel, és akkor meg lesz még egy chapter. Sőt, amúgy már most meg lenne. Halni fogunk. Hoppá, bágos játék. Ó, igen. Ez itt a tömör gyönyör földje.
Elvileg elszoktak páran. 50 millió gold a Vault-on és az Inner Sanctum-on kívül. Ez jó. Az jó volt, az tetszett. Kár, hogy elszoktak páran. Tehát mondjuk ki kellett volna kapcsolnom, hogy lássam, hogy milyen itemek esnek, és akkor nem lettem volna ilyen vakon. What? Innen át lehet oda látni? nem erősítették meg jól a védelmet, át lehet látni a pálya többi részére. Nekem egy conquest, vagy mi a fene kell, és mert az utolsó előtti dolog. Nice. Hát itt majd jó lesz rendet rakni. Hát oda nem is tudok bemenni a lótér. Ez nagyon jó. Nagyon jó. És még nincs vége, srácok, még nincs vége. Még mindig nincs vége. Nagyon kíváncsi vagyok, mennyi deathbreath-et szedünk össze. Azt a rohadt. Hát meg fogunk halni abba, hogy nincs heal. Egyből a kettő legendary dobott. Ő hogy szökött itt el? Szétfagyasztottak sajnos. Másodt az első pirosom, valami gyűrű, de betörtem, mert nem volt jó. Ja, nekem is az első pirosom nem jó, az obszidián ring esett, úgyhogy hát igazából az nekem is betörös lenne. Aztán ki tudja, lehet, hogy a monkos, majd a monk build be oda meg jó lenne. Úgyhogy azért nincs még nálam betörve, meg amúgy is, hogyha be akarnék törni, akkor kettő kéne, és akkor ugye át tudnék alakítani egyet Prime Relation-tél.
Azt írja, hogy tail end, szóval akkor ez lesz a vége. Az érdekes döntés, hogy craftoldóval csak egyet tudsz használni. Ja, tényleg. Ja. Hát, mert ugye... Akkor meg az lenne, hogy... Az a lepő, hogy mennyit játszol. Simán össze tudnád rakni magadnak a wieldet. Gondolom. Egy is az a... Hát, ja. De akkor még kevesebbet kellene játszani. Nem mint hogyha így a hárommal iszonyatosan sokat kéne játszani. Úgy van, hogy ha craftolsz, ha te a kockával átalakítasz egy... Legendary-t, Primal Ancient-é, gondolom Ancient-ot kell, Primal Ancient-é, akkor abból csak egy lehet rajtad, amit átalakítottál. Hogyha meg csak úgy esik neked, kiesik neked, akkor a kiesőből abból bármennyi lehet nálad, de craftoldból, ugye amit te alakítasz át kockából, abból meg csak egy lehet rajtad. Na. Azt mondja, hogy a Godból, mint hogy a Godból van válasz, de az még nekünk nincs meg. Úgyhogy fogunk egy ilyet, és csinálunk. 944 Deathbreath jött, és... Hát ez nagyjából 900 jött amúgy. Na, ki is jött. És meg is lett amúgy ezzel a Season Journey. Mármint, hogy hát nyilván nem az összes. Várjátok, ez nem is a izé. Ez nem az, ami nekünk kell. És az, ami ott van, az jobb. Igen, igen, az is tök jól mondja. Itt van. 55-öt ad egy. Azt hiszem. Azt hiszem 55-öt ad. Egy Primary Ancient szétszedése. És legendary item kell, amivel átalakítod. Mi a válasz kellett volna? De nem baj, igazából így is jó. Már igazából csak az volt a feladat, hogy konvertálni kell. Úgyhogy most a champion megvan. Mi? Csak a slayer lett meg. Tű. Ja nem jó, champion. És akkor a destroyer jön. Torment 12-es riftet 6 perc alatt kell befejezni. Na nézzük. Ó, látom már, mi ez a layout. Igazából a Death Breath nem kell innom.
Hát ez most nagyon jól megy. Szerintem sima lesz. Szevasz, Grotesz. Ja, vicces ez a kardobálós, késdobálós DH build. Nem, ezt akarom amúgy nyomni, csak még nem raktam össze másik buildet. Na, még egy. Három perc alatt. Haha, az komoly. Kettő legendary, hát ez még kevés is zsugorateszk. Mármint, hogy így ahhoz képest, hogy az előbb milyen legendary eső volt. Tehát egy 10 perc, hogy 5-10 perc alatt összeszedtünk ennyi legendaryt, amit ezen a tabon van. Na, az, hogy a három legendás gem 45-re. Erre tudjuk, hogy mit kell csinálni. Gyorsan elköltünk egy kevés cuccot. Azt mondja, God build. Azt hiszem van egy dónunk, ami ancient dawn. Így van. Mondjuk nyilván nem a legjobb rollokkal, de van. Vala, Big Quest, Strafe Projectile. A Young, a Youngból is van jó, szerintetek? Young, nincs. Nem tudom amúgy mit kéne kivenni. Vegyünk ki fegyvert, tessék. Amikor bejött a D3, akkor te is toltad? Hát ez teljesen más volt. Az teljesen más volt. Na nézzük. Nyomunk most egy ilyen Petrified Scream-et, amivel Echoing Nightmare jön. És akkor wave-ekbe jönnek az enemik. A legutóbbi ilyenhez képest sokkal erősebb lettem. Nem. Halál lunatik nem zavar. Bár amúgy nyilván kéne adni jobbat a segítőnek. Az a gond még mindig, hogy nagyon gyorsan öljük.
A segítőm már halhatatlan, aha. Aha, itt lesz a shield. Ne. Basszus. 120-ig kellett volna menni, vagy meddig? Azt hiszem amúgy 120-ig kellett volna, vagy 125-ig? Megéri 130 fölé menni, mert onnan van a bandit shrine. Tényleg. Na hát elsőnek 90-esre sikerült menni. Megyünk még egyet. De azok a gomblinok olyan tankosak, hogy csak konduittal tudod megölni őket kb. Hoppá. Thank you.
Be akartam itt kempelni egy poziba, de hát nem engedik. Azt írják, hogy vérszomjas vagyok. Ha nagyon gyorsan meghalnak, amúgy még az itt a gond, nem tudok regenerálni. Még a végén vége lesz, hamar. Jújjúj, ezt hogy rám spawnolta. Az komoly. Basszus. Na mindegy. Tánc van. Pedig még voltak itt a lehetőségek. Nem baj, igazából amiért jöttünk, az megvan.
meg vannak a gemek. Már ha ez számít. Bízom benne, hogy számít. Bár lehet, hogy mivel... lehet, hogy mivel ugyanaz a fajta, ezért nem számít. Ja, ezért nem számít. Ja, hát ez kellenek a Flawless Royale cuccok. Nekem az Emerald. Hát annyi még nincsen, hogy ezeket így ráapplikáljuk a gearre. Úgyhogy ezek itt szépen itt maradnak, és akkor csináljuk a Greater Riftet. Bármelyik itemre lehet használni ezeket a piros gemeket? Hát minden ancientre, én úgy tudom. Minden ancient itemre ezt el tudod használni. Direkt sötét pályát kaptunk. Ez lesz a végzetünk, srácok. Sötét pálya. Normál legóra nem, csak Ancientre. De rá is van írva a szem erre az itemről, hogy csak az Ancient Legendary-re lehet rárakni. Várjatok, valahol beúsztunk egy kéket. Ó, az komoly. Nem is figyelted? Nem szereted olvasni a leírásokat, démon írtó? Revanton, szevasz, Mizus! Gyorsabbnak kéne lenni. Vagy gyorsabban meg kéne venni az enemit. Most akkor erre kell menni? Nem. Na, mi hová kockolsz, Revanton? Tehát, nice. Már megjelentek a T-s sebzések, amúgy most vettem észre.
Hát ezek itt nagyon köpködik a golyaszokat. Hát a Lies of P nem egyszerű game, az biztos. Ja, ez már sok, igen. Hát igazából csak, hát igazából változtatnunk kéne a build-en. És amúgy jó lehetne. Mármint, hogy így skilleket cserélek. Meg felszerelést. De itt már nem halnak sajnos olyan gyorsan a mobokja. Nem, ezen a szinten nem kell a hétvét generáló skill egyáltalán. Azt jól látod. Ez meg lesz így. Várjál, várjál. Hát most például elfogyott a hétvédünk. Hát ez kétszer hosszabb volt, de megnéztük. Szevasz, Vicsike, Mizu is. Micsoda, esett egy piros. Ja, neked gondolom. Ja, nem, ott van, tényleg. Hát, de olyan, ami nem jó. Nem volt ott a körvonal, meglepődtem.
Nem, nem volt ott. Amikor így néztem, akkor csak a narancssárga foltok voltak ott, abból gondoltam, hogy az különleges. De nem volt ott a piros körvonal. Az amikor lehet, hogy kiesett, akkor ott volt, hogy piros volt. De az inventoryban nem látszódott. Ja, hát a minimapon lehet, hogy láttad, de az inventoryban nem volt piros körvonal. Ura, elővettétek a Cyberpunkot? Nagyon helyes, Vicsike. És csak a DLC vagy legelejéről? Itt túl gyorsan halnak. Szerintetek hanyasra kéne menni? 83 mondjuk? Az elején valami. Szóval az a gond, hogy nekem följebb kell mennem ennél a buildnél, mert minél többször kell megütni a mobokat. És a minél többször megütés a Vanhitnél az így nem jön be. Igazából ezzel a build-el tudnám tolni a nagyobbat, mondjuk a 93-at, csak ugye az már nem optimális, ugye mert fölöslegesen nehezítem a mobokat, de hogy nem kapok több lootot. Hát amúgy megnézhetjük, hogy össze tudunk-e rakni, amúgy biztos össze tudunk rakni más build-et. De ma WoW nap van, de már a Brewfestezést tűztem ki, és amennyi mindent meg lehetett csinálni a Brewfestből, azt megcsináltuk. Még a Brewmaster Achievement is meglett. Úgyhogy basszus, nem akartam bezárni. Úgyhogy... ja, amit így szerettem volna, amit én már terveztem, az így... megvan minden. Jaj, na, skacok.
Ja, úgyhogy ez jó volt. Nem is tudtam, hogy egy nap alatt, egyáltalán egy óra alatt meg lehet szerezni a Brewmastert most. Ahogy látom, ez a kettő cucc, ez maradhat. Estek, vagy csináltad az ancient itemeket? Nem csináltam ancient itemeket. Meg nem is tudom, hogy lehet. Lehet ancient itemet csinálni? Hát... Ja, a set itemből nem lehet ancientot csinálni. Nem csináltam ancientot. Úgyhogy ami így rajtam van, az úgy esett, vagy craftoltam. Kéne gád vállas. Tehát egyszerűbb lenne válaszokat nyitogatni, nem? Na. Hát ez elég rossz, nem baj. Mindegy, úgyis egyszerre akarjuk majd elrollolni. Kell a katyó. Ja, azért volt sárga a körvonal, mert tönkre akar menni. Van focus restraintünk is. És van az is, ami kell ide. Hát kettőt nem tudunk lyukasztani, de amúgy tudunk kettőt lyukasztani. Nem tudom, mennyire pazarlás, ugye? Jó, és akkor most meg kell nézni, hogy... tehát, hogy most ugye... Ja nem, egy dolog nincs rajtunk. A skuírt. A skuírt nincs rajtunk. Adria második, haló, haló. Mizu is. Ma is megy a csavargás. A másik lyukasztó. Mit keresünk? Ja, a skuírtat. Hoppá! Azt nem is vettem észre, tessék. Ott van még egy skuírt. Skuírt, skuírt, skuírt. Menő. Csak nézegetem, hogy hogy világít a billentyűzetem. Péntekre home office tettem ki, Lajos kalandja Baldur's Gate 3-ban remélem marad. Marad, marad. Na. Ez... Hát ez lehetne jobb. Lehetne jobb, de nem szörnyű.
nem szörnyű. Nézzük, melyik a fontosabb. Ah, nem tudom, hogy melyik a fontosabb. Tehát az biztos, hogy a Vitality-t kell leszedjük. Szokát, Crit Hit Damage, Cold Damage. Tehát a Cold Damage-et kell átalakítsuk. Jó. Tehát Vitality-t, Cold Damage. Szép Squirt, köszi, köszi. Mármint, hogy Colt kell nekünk? Colt kell nekünk, jól van. Hát ez így nagyon jó. Akkor igazából ezeket lehet is vinni a kukába. Mondjuk nem, mert ebből meg még jobb Squirtot lehetne csinálni. Tehát ebből nem, mondjuk nem. Az a gond, hogy nem. Jó, hát akkor kuka. Jó, tehát akkor Kanai Cube, és azt kell megnézzünk, hogy benne van-e a The Ninth akármi. Nagyon jó. Benne van-e az Öva Hunter akármi. Hunter, nagyon jó. És Royal Rinkel, az is nagyon jó. Na, akkor most azt mondja, hogy van Fan of Knives itt ebben a buildben, nagyon jó. A Shadow Power helyett a Preparation-t nyomjuk be. Preparáció a Focused Mind-dal. Disziplint ad. 15 second keresztül. Ez gondolom azért jó, mert tudunk smoke screenelni. Értem. Biztos ez jó, meg biztos hasznos. Mert ugye itt nem lesz vault. Akkor smoke screen a special recipe-vel. És akkor így a... Ja, hogy 8 lesz, tehát 8-ba fog kerülni. A Vengeance, az marad a Dark Heart-on. A Fan of Knives, az marad a Coldos, az armoros. Az alaptámadásunk átmegy a Hungering Arrow-ra. Devouring Arrow. Wow. És... És itt pedig jön a Strafe. Így van, Strafe a Drifting Shadow-val. Csak akkor így. Jó. Momentum. Primary skill deal increase damage. Jó. Ez lesz a végső szeted? Nem. Nem, nem. Automatikusan az utoljára használt primary skillt fogja lőni a Strafe, és ad 60% damage reduction-t. Jó, és a momentum alapján megkapunk még movement speedet, és a primary skillnek a damage-e 27.500%-osára nő. Ez meg ugye a Depth Diggers szintén növeli tovább a primary skill damage-et. Jó. Jó, tehát akkor ezekkel így megvagyunk. Amit még kéne csinálni az, hogy átrakjuk a passzív skilleket. Az ambush marad. Az ambush az marad. A Blood Vengeance az szintén marad. A Cult of the Weak marad. És itt lecseréljük a trappeset
A trappeset lecseréljük a Tactical Advantage-el. Kapunk movement speedet velem, hogyha nyomok egy smoke screen-t. Jó. Ez akkor most megvan. Akkor most annyit csinálunk, hogy megnézzük egyesével az itemeket, és rollolgatunk. Ilyen, és akkor így láthatatlan vagyok. Na. Fegyver. Ja, kéne hozni még egy kockát. Tehát kezdünk a main hand-el. Ez a Fortress ballista, damage range. Igen. Kell rájukasztani. Azt mondja, hogy attack speed nem kell rá. Arra a damage és cooldown reduction kell. Focus Restraint helyett a Koe Eluzival is tolni, ha sokat feküdnél. Oksa, köszi. Hát kíváncsi vagyok, hogy ezzel majd hogy fog menni. Mi kell nekünk most? Damage százalék. És hogy jobb legyen, már ráteszem, és akkor szoketet így nem rollolunk. Két százalék. Még egy pár roll belefér. Na. Ugyanaz ennél is. Vitality helyett damage százalék kell rá. Ez annyiba jobb, hogy van rajta cooldown reduction. Megy az feljebb. Ha 8% lesz, nekem az is jó. Meglátom a következő damage százalékot, ami nem kisebb. Na, ott is van. Na. Jó. Kivesszük a gemet ezekből. Kérdés, tudunk-e csinálni vajon emeráldot? Tudunk, nagyon jó. Hát végül is lehetne átalakítani, és igen, de mondjuk a pirosakból. Ja, hát igen, most... ez milyen nadrág? Ez olyan nadrág, srácok, hogy... egy szoket van rajta. Ez ilyen különleges, az normális. Na szóval, sapka, mondjuk fegyverrel kezdtünk. Igen, cooldown reduction, arra a damage, aha. Ja, hogyha dual wielderek, akkor nem a százalék damage-et kell nézni.
Na mindegy. 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 Ha dual wieldelek, akkor socket, cooldown reduction, arra a damage, százalék damage, elite damage és dex. Mindegy. Oké, sapka. Socket, dex, crit hit chance, vitality. Jó. Crit hit chance-t össze kell hozni. Azért még agyaltam rajta. Na, 5,5. Tökéletes. Jöhet a kesztyű. Kesztyűnél crit hit chance, crit hit damage. Arra a damage és cooldown reduction. Ej. Volt cooldown reduction, úgyhogy ez jobb. Ja, a crit hit damage-et be kéne, hogy adja. Az mondjuk erős. Ez erős. Ebben a szezonban nem nagyon kell már arra a cuccokra, mert paragomból olyan sokat kapsz. Igen. Azért rémet, hogy annó kellett egy csomó mindenre. Hú! Megszaladnak itt a dolgok. Jó. Hopp, na ott van, ez jó is lesz. Oké. Válasz. Válasz. Dex. Cooldown, area vitality. Dex. Area vitality. Jó, hát akkor a companion damage az lejön, és akkor jön helyette egy area damage. Tessék. chest. Socket van rajta. Dex, Vita, Life, Elite Damage Reduction. Life százalék. Jó, akkor ki kell szedni a life százalékot. Nagyon jó, 12%. Gatyó. Valaki szólt már ilyenek, hogy a 4 is kint van? Nem. Nem, én ilyen Diablo 4 tagadó vagyok. Hungering Arrow damage-et kell rárakni. Jó. Na, ott is van. Cipő. Hát nyomnám. Majd ha kijön a Season 2, akkor Perega. Perega Diablo 4. Dex, Vitality, Arezi. Movement Speed. Jó. Szóval az Arezit kell kirakni.
Ja, az Arezit nem tudom rárakni. Akkor maradunk a Strafe Damage-nél, igen, köszi. Épp azt néztem, hogy mondom, gyanús, hogy nem akarja adni. Na, gyűrűk. Hát ugye ide nem attack speed kell. Crit hit chance, crit hit damage. Ezek a gyűrűk, ezek szörnyűk. Na szóval. Crit hit chance. Nagyon jó. Hogy állunk amúgy crit hit chance-szal? 24% szörnyű. Egy roll. Jó. Bracer. Cold skill, crit hit, chance. Most nézem, hogy amúgy ez nem is volt jól beállítva. Crit hit chance, crit... mi? Crit hit chance, dex vitality. Jó. Akkor a regen helyére crit hit chance-t kérünk. Nem is tudtam, hogy az orra ez... Micsoda? Srácok, hát nem tudjuk befejezni. Hát nem tudjuk befejezni. Shit. De mindent használtunk. Innen mindent használtunk. Oké. Na, hogy kell ezt csinálni? Ha frissíteni kéne a momentumot. Szevasz, Mog. Szevasztok, srácok.
Miért a 3-mal játszol, hogyha a 4-jel kéne? Hát a 4-ben megcsináltam már a Battle Pass-t. Az a helyzet. A 3 meg úgy van megtervezve most, már egy ideje mondjuk, hogy így gyorsan ad jó mókát, vagy hogy mondjam. A 4-ben meg fájdalom átbildálni. Valami mást akarok kipróbálni. Például. Hoppácskám. Jól körbejöttem. Nem volt bölcs döntés. Én a 4-et szeretem, abban a nekróba megyek. Én is szeretem a 4-et. Csak hogyha ki akarok próbálni valami más buildet, akkor sokkal körülményesebb, mint itt. Ez egy jó pálya. Megjá, ez az utolsó szezon, igen. A 3-ba. Ez jó tipp volt, srácok. Megy a speed farmolás. Van a 4-ben egy 40-es druida, meg egy 80-as nekród. Én nem tudom már, hol álltam meg az én nekrómmal. De valószínűleg a következő szezonban se fogom elérni a 100-at. Ja, ez mondjuk pont távol. Itt is láttam T-s sebzéseket. Paragon volt CD-t, hogy folyamatosan legyen Vengeance-on. De tényleg a Paragon izét át se raktam. Valószínűleg most oda attack speed van amúgy itt rakva.
1.41 amúgy. Ez egy 1.41-es, 90-es kör volt, rohadt jó. Ja, hát igen, ez már tényleg speed fun. Ja, hát igen, ez gond. Wow. Solo speedre amúgy ja, mondjuk valószínűleg azért nincs cooldown reduction, mert nem jók a statok az itemjeimen. Ez így 30%, megnézzük, hogy ez így mennyire lesz jó. Én tessék, kirakom. Még emésztem, az előbb látott forgószelet, szevasz, Veldorf. Ali. Hát... Azt nem ígérem nektek, hogy ezeket a cuccokat itt átnézem. De... Felgyülem lett némi felesleg. Arra nem is beszél, hogy... Adjad a legdrágábbat, kösz. Ez igazából csak kidobtuk az ablakon. Let's go! Mindjárt meghalunk. Mit csinálsz? Hogy itt arra felé, Veldorf? Szép amúgy no. Jó sok karaktered volt akkor. Maxos. Ja, hogy csak egy. Ja. És az se 70-es. Hát akkor azt benéztem. Valamiért. Azt láttam, hogy 370-esed volt. Veldorf, nagyon szépen köszönöm a 4 teljes évet. Köszi szépen a támogatásodat.
peregjenek, srácok, a szvegek. Hát ez 4. Ez bizony név. Nagyon, 4. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Szia, Cangi. Üdv mindenkinek, srácok. Jézusom! Jézusom! Na még egy. Az a gond, na még egyekkel kezdődnek a problémák. Na még egy óra, igen. Még szokni kell, hogy miket kell nyomni amúgy. De amúgy jó lesz ez. Köszi szépen mindenkinek amúgy a pergetést Pádófnak, köszi. Ez nagyon jó pálya itt. Ez nem volt elég gyors. Ki játszott az egyel és a kettővel? Én egyszer játszottam végig az egyet. A kettőt pedig idén fejeztem be, úgyhogy a legnehezebb nehézségem. Eddig még sose fejeztem be Nightmare-en a... Mármint, hogy eddig hell elején elakadtam a resistek miatt. De most idén sikerült befejezni Hellen, megölni Baalt. Az egy azért jó, mert meglátod, hogy miből lett a kettő. A legtöbb széria első játéka. Az mutatott valami újdonságot, de a másodikra forja ki magát, de az Age of Empires 2 is. Hát a kettőt érdemes megnézni, így hogy itt a Resurrected.
Ez se volt gyors. A 2.9-es után eljött, hogy mert nem szeretik a D2 veteránok a Diablo 3-at. Mert sokkal könnyebben az öletbe hullik minden a 3-ba. A 2-be meg... A 2-be pedig nehezebb, meg komplexebb olyan, az a része, hogy a Hellen már például több karakter kell ahhoz, hogy eljuss a végéig, például. Szóval, hát a 3 egyszerűbb, mint a 2, és azért szeretik a D2 veteránok a 2-t nagyon, és azért nem tetszik nekik a 3. Azért is van az, hogy a legtöbb D2 veterán, inkább poézik például. Ez a karakter kicsit face-rollosnak tűnik. Hát néha, tehát CD-n tartod itt az 1-3-4-et. Amúgy ez a preparáció, ez nem is nagyon kell. Nem nagyon használom. Azt nézem, hogy preparáció az pedig mindig van. Azért van preparáció, hogy disziplint kapjunk vissza. Sokkal többször kéne nyomnom a smoke screen-t. Valószínűleg amúgy igen. Felúzzuk a vizéket, gemeket most, srácok. Ezt a pályát is amúgy szeretem. Meg movement speed. Nagyon durva movement speedet kapok, hogyha megnyom a smoke screen-t, úgyhogy azért is kéne azt nyomkodni. De akkor se fogja olyan durván a disziplina, azt nézem. Hát jó, de ennek a build-nek az a lényege, hogy 90-es szinten nyomjuk a speed farmot. Hát ezzel a build-en nem kell 150-re menni. Nyilván van guard build-es push build, de hogy ott más spellek vannak. Milyen kasztal vagyok? Ez a Demon Hunter. Szinte van a Demon Hunter-ed? Hát ebben a szezonban érdemes felhúzni. Nagyon jó kezdőszetet kap. Hát ez se volt most gyors. Igen, akár pörgő barbárnak is lehetne tartani, de nem az. Nem az. Próbáljunk nadrágot nyitni. Na, hát ezen már... Ja, mondjuk ezen nem is az a gatya.
let's see what happens, shall we? Jesus. What? I didn't even know I can't carry any more. Van mellé egy doktorod, aki a 30-as. Ezek nagyon kis szintek, akkor nem is nagyon tapasztaltad meg így a Diablo 3-nak a lényegi részét. Ilyen kis szinten, 30-as meg 60-as szinten. Én Souls-like-okkal jobban szeretek játszani. Akkor a Mog neved az Elden Ringből van? Jó gondoltam. Hát ez zsákutca. Jaj. Pisti vágott Elden Ring végigjegyzéset, megnéztem, de nekem nem lenne hozzá türelmem. Pedig az Elden Ring az olyan, hogy ott azért sok mindennel meg tudod könnyíteni a dolgodat. A legtöbb Souls game-ben nem. A legtöbb Souls game csőjáték, aztán ha elakadsz valahol, mint a például Lies of P-be is gondolom, akkor így nem nagyon tudsz hova menni. De ja, az biztos, hogy ezek a gémek próbára teszik a türelmet. A legnagyobb könnyítés egyébként az elején, hogy nem kell mindenféleképp abban a buildben megölnöd a boss-t,
amiben éppen vagy. Könnyen lehet, hogy az első bossnál rájössz, hogy azt gondoltad, hogy te a nagy pallossal csapkodós vagy, aztán rájössz, hogy a kis törrel gyorsan suhingatos. Gátszbiadát talán nem. Na ez amúgy, ami most így történik a képernyőn több mint fél órája szerintem, ez nagyon kielégítő. Ez nagyon jó. Egyszerűen ez nagyon jó. Túl jó. Akár azt is lehetne mondani. Ja. Azt hiszem betelt az inventory. Mármint, hogy még vannak ládák, amik be lehetne pakolni, de azért azt már nem akarom elkezdeni, hogy még az elsőt is telepakolom itt. Állj, te meg kell, inkább ezeket át kéne néznünk. De most nem akarok, mert ez nagyon jó, ez nagyon jó. Menni kell, ölni kell. Paragon, mennyi a max level? Nincs szerintem max level a Paragonban. Annyi, hogy most lekepelték 800-ra a izért, tehát 800 után már nem tudod megszedni magad. 800 fölé már igazából nincs értelme menni, úgymond. Vagy ha az a kérdésed, hogy most a top player milyen Paragon szinten van, azt nem vágom amúgy. Ilyet a 113 vagy? Ott még nagyon gyorsan lehet haladni. Ilyen 500-ig szerintem, vagy 600-ig nagyon gyorsan lehet haladni. Tönkre ment a gatyám közben. Igen, elszakadt a gatyóm. Azt hittem ezzel az orban amúgy meg lesz. Juhú! Szia, Dávid! Ahogy látom, jó pár százezer goldat szedtünk most össze,
Jó, ez a Paragon Cap, így nem maradok le a többi embertől a ranglistán, aki hagyok egy-két napot. Ja. Ja. Na jó van, ezeket majd át kell nézzük, ezt pedig így most elmentjük ide. Godspeed. Godspeed, ez a konkrétan a Godspeed. Jaj, amúgy mi? Craftolni kell Hellfire amulettet, Azmodánt ölni kell, Belejárt ölni kell. Srácok, kövi Diablo stream, ezeket megcsináljuk, megcsinálunk conquesteket. Ja. Csak ezt most itt nagyon élveztem, de eskü. Eskü, kövinek még jobban megnyomjuk a journey-t. Remélem, hogy élveztétek. És köszi a segítséget. Ő pedig nem egy koronás kutya, hanem maga a Cow King.